a kispadon. Nézzük a beadást, Lisztes jön hátra segíteni, rosszul veszi le. Dumitru helyzetben megúsztuk. Minden esetre lehetett látni egyetlen hiba Lisztes Krisztiántól, aki nem tudta levenni a labdát, és már is gólhelyzetbe került Románia. Itt pedig nincs les a jelek szerint. Hatalmas küzdelem ott, még mindig ott a helyzet. Vezetnek a románok, nem hiszem el, megint összehoztuk nekik. Nikolája gólszerző az 5. percben. Hát ezt komolyan mondom, ha visszanézik a mieink, még talán ők is a hasukat fogják majd, csak nem a röhögéstől. A gólszerző a képen, Máriusz Nikolaj. Egyszerűen hihetetlen. Nem tudom, hogy miért nem rúgta el Mátyus János. Gyakorlatilag fölkínálta. Ott van Mátyus, Korsós György, Sebők. Korsós itt is elhúzza a lábát, és Nikolaj bepasszolja. 1-0-ra vezetnek a románok. Komikus gól. De nem nagyon tudok most nevetni rajta. Itt látható Király persze kiindul, joggal hihetné, hogy a védőink elrúgják, az egész védelem benne van a gólban. Máriusz Nikolaj 19. Kivu. Ilie. Fehér mellett húz el, lendületből, Ilie teszi át, gólhelyzet, gól, 2-0. Nikolaj második találata. 8 perc telt el a második félidőből, Ilie lendületből vitte rá Fehér Csabára, és itt már eldőlt a küzdelem. Utána pedig a túloldalon teljesen üresen maradt Nikolaj. A Dinamo Bukarest játékosa sajnos ellenünk is bizonyítja, hogy nagyon érzi a kaput. Munteanu kér egy kis bíztatást, csatlakozik hozzá kontra. Hát azt hiszem a románok hangulatával semmi baj. Mi ugyanezt nem mondhatjuk el magunkról. Itt egy tipp, mely szerint 3-0 lesz. Itt a második román gól. Nikolaj zavartalanul fejelhet. Lemaradtak a mieink. Pető sem ér oda. 2-0 tehát. Fölállunk-e innen? Dumitru a